sportosat. Irodónk vendége Gál László, az Ózdi Kohász SC elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok, szervusz! Ugye hát labdarúgó sportvezető is vagy, ugye hát rengeteg nagy klubnál dolgoztál sportvezetőként, már sokszor elmondtuk. És azért említem meg, hogy először most egy kicsit beszélünk a Ózdról, már csak azért is, mert jól tudom, perlitek az önkormányzatot, az Ózdi önkormányzatot. Igen, van egy folyamatban lévő ügyünk. Jó, és akkor Ózd után meg kitekintenénk a nagy magyar labdarúgásra, már csak azért is, mert ugye hát hamarosan kezdődik a bajnokság, illetve 23-án ugye már egy elmaradott Fradi meccsel, mert magyar kupa mérkőzésekkel, tehát elkezdődik a futball élet is Magyarországon. Jó, utána erre jó, fogunk majd meg kanyarodni, hogyha... A két dolog össze is függ. Na, szuper. Szóval akkor most ott tartasz, hogy a, mint Ózdi Kohász SC elnöke, ezt most ti, vagy a Ózdi Kohász SC perelte be az önkormányzatot? Igazából ezt a szót, hogy beperelte, ezt nem igazából szerintem. Én inkább azt mondom, hogy jelentési kötelezettségünk elértünk az Ózdi önkormányzattal szemben. A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felé, mert olyan dolgokat tapasztaltunk, megértünk meg az elmúlt másfél évben az Ózdi önkormányzattal való együttműködésünk során, amelyik vélemezésünk szerint abszolút nem törvényesen viselkedett az önkormányzat, ezért kénytelenek voltunk megtenni a szükséges lépéseket. De hogy, ha megengedett, hogy miről is van szó tulajdonképpen, ugye gyakorlatilag különböző témakörökben, de szerződéses viszonyban voltunk az önkormányzattal. Az önkormányzat a szerződéses viszonyait nem teljesítette, véleményünk szerint. Ezzel nagyon komoly anyagi károkat okozott az Ózdi Kohász Sportklubnak. Pontosabban az elmaradt tevékenységekkel keresztül nagyon komoly anyagi károkat okozott az Ózdi Kohász Sportklubnak. Hogy csak egy példát említsek, mondjuk a pályahasználat. Ugye önkormányzati tulajdonban van maga a sportlétesítmény, a csapat megy egyből feljutott az NB3-ba, az NB3-ba nyilván a Magyar Labdarúgó Szövetség útmutatása szerint különböző pálya kondícióknak kell megfelelni. Ezeknek nem tudtunk megfelelni, szeptember után az Ózdi Kohász saját maga anyagi befektetésével kénytelen volt pályát bérelni és idegenbe elmenni, ezáltal elestünk magától a bevételtől is, és maga a pályabérlet is súlyos százezrekbe került mérkőzésenként, holott az Ózdi önkormányzat nem teljesítette az önmagáltal leírt, meg aláírt szerződéseket. Ezáltal ez a helyzet, fogtuk neki mentünk, aztán majd meglátjuk, hogy mit az a jövő. Mikor lesz az első tárgyalás, meghallgatás? Fogalmam nincs. Most jelen pillanatban a bíróságtól azt a visszajelzést kaptuk, hogy május 8-án telt le az a határidő, amikor az önkormányzatnak mint válaszolnia kellett volna, mint alperesnek, mert ugye az Ózdi Kohász Sportklub a felperes. Még nem kaptunk értesítést, hogy küldötte választ, vagy nem küldött, vagy hogy áll az ügy. A bíróság gondolom, hogy teszi a dolgát, majd meglátjuk, hogy minket hogy értesít ki, aztán majd elmondják a menetet. De hát ebből, ha igazat is ad majd másodfokon jogerősen is a bíróság, gondolom sokára lesz pénz, ha lesz egyáltalán ebből pénz. Itt igazából véve nem ez az egésznek a lényege, az az egésznek a lényege. Nem vagyok egy ilyen perszakért, hogy mikor lesz pénz, vagy mikor nem lesz pénz. Itt nagyon komoly, az Ózdi önkormányzat által nagyon-nagyon komolyan sérült, mint a fair play, mint a sporthoz való, az önkormányzat által a sporthoz való viszony. Azért hagy idézőjelbe dicsekedjek, az Ózdi Kohász Sportklub azért elhozta Ózdra a világot, meg sport szempontjából Európát is. Nyugodtan fogalmazhatok így, nem csak avval, hogy a megyéből az NB-s osztályba varázsoltuk ezt a klubot, hanem avval is, hogy például miket teljesítettünk, nemzetközi sportrendezvényt hoztunk Ózdra,
labdarúgással kapcsolatban, tehetségkutatókat tartottunk. Nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, amiért az Ózdi önkormányzatnak hallelujázni kellett volna, és támogatnia kellett volna bennünket. A mi tapasztalatunk az az, tehát a klubvezetésének a tapasztalata az, hogy ez az Ózdi önkormányzat, ez nem is értette, hogy mi történik az Ózdi Kohály Sportklubnál, és amikor úgy tett, hogy megértette, totálisan, feleslegesen, egyszerűen támadta az Ózdi Kohály Sportklubot. Nagyon egyszerű ez az egész helyzet egyébként, nyilván kívülállóknak nem, hiszen idejövök és kezdem el teregetni a szennyes, de szó nincs róla. Egyszerűen arról van szó, hogy az Ózdi Kohály Sportklubban 2017-ben, mint ahogy elmondtam, már itt többször is volt 6 másodállásos edző. Ebből a klubból mi az utána lévő 2019-et, tehát 2 év alatt egy 40 munkahelyet teremtő sportklubbá fejlődtünk. Úgy, hogy az Ózdi önkormányzatnak gyakorlatilag a minimum alatti támogatásával. Ezt ezzel nem is lett volna semmi gond, hiszen az alap megállapodás ez úgy szólt. Ezt az Ózdi Kohász, meg az ott lévő vezetők, meg sportolók az önmaguk munkájával grundolták össze, Magyar Labdarúgó Szövetséges segedelemmel. Ezt az önkormányzat valamilyen politikai, vagy gazdasági, vagy mindkettő célzattal gyakorlatilag totálisan megpróbálta tönkretenni. Hol tartunk ma? Kizártak bennünket a létesítményből, ami önkormányzati tulajdon. Csendesen megjegyzem, hogy azóta lopják a cuccainkat. Tehát szó szerint lopják, amik ott vannak, amit ott hagytunk. Szó szerint lopják, ezzel úgy szintén anyagi kárt okoznak. Majd igazából semmilyen olyan dolgot nem tettek, amivel azt próbálták volna mutatni, hogy Óznak, annak a városnak, ahol gyakorlatilag még a koronavírus el se indult, hiszen Kínában még egy köhintés nem hangzott el, de már a hírek arról szóltak, hogy Ózdon 1000 munkahely szűnik meg. Ugye emlékszünk erre a januárra keltözésük is hírre, de ez az önkormányzat, ez azt mondta, hogy jaj Istenem, hát megszűnik ez, most mi lesz? Hát ember, hát előtte egy hónappal gyakorlatilag mindent megtettél azért, hogy megszüntess egy olyan céget, vagy egy olyan egyesületet, ahol 40 munkahelyet teremtettek. Hát ezeknek az embereknek, engedd meg, hogy itt azt mondja, fogalmuk nincs arról, hogy milyen munkát végeznek, de szerintem a munkáról sincs fogalmuk. Jó, tehát akkor lesz egy hosszú per, oda-vissza, majd megy a adok-kapok. Nem akarunk mi adok-kapot, nem erről van szó. Egyszerűen az önkormányzat, mint ahogy később majd elmondom, hogyha az MLSZ-re szól, az önkormányzat felkér táncolni. Felkér táncolni. És ez a klubvezetés az olyan, hogyha fölkérnek, akkor elmegyünk. Na, de a táncszabályai rájuk is vonatkoznak. Mi van az MLSZ-szel? Mert jól tudom, ott is voltak. Az MLSZ-nél sokkal egyszerűbb az én számomra klubelnökként sokkal egyszerűbb a helyzet. A Magyar Labdarúgó Szövetség gyakorlatilag, mint ahogy azóta az eltelt időszakban, az elmúlt 2-3 hétben is ezt bizonyítja, vagy ezt támasztja alá. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek nem kell a nem akadémián kívüli képzés. Nem kell. Nem lát benne üzletet. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a sport szemlélete, az gyakorlatilag a sporthoz való viszonya, az gyakorlatilag totálisan megszűnt, mint labdarúgás, ugye, bár benne van a nevében Magyar Labdarúgó Szövetség. A Magyar Labdarúgó Szövetségben a bankár szemlélet kezd totálisan elharapózni, ami véleményem szerint nekik nem sikerült ilyen avatár kapcsolódással, nem sikerült a sporttal összekapcsolódniuk. Ez nem vezet sehova, de hát később majd erről beszélünk. Annyit még engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy az Ózdi Kohály Sportklub a kizárásával kapcsolatban, hiszen bennünket kizártak. Igen, erre gondoltam, hogy volt egy függőben lévő ügyetek. Igen, az még mindig függőben van. Gyakorlatilag mi a másodfokú kizárás másodfokú határozatát panasszal értünk ellene, és a panaszt... ezt csak hallomásból tudjuk, ezt letárgyalták, sőt, ráadásul a kizárásnak a ténye az annyiban megingott, hogy
mi jogszerűen jártunk el, és a fellebezésünket a jognak megfelelően, meg a szabályzatnak megfelelően határidőbe benyújtottuk. Azóta mély hallgatás erről az egész dologról, mély hallgatás, semmi. Mi meg úgy gondoljuk, hogy az előbb említett példa alapján, hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetség így áll ez az egész történethez, hogy neki nem fontos egy 50 ezer lakosú járásnak, tehát az Ózdi járásnak, vagy egy 30 ezer lakosú városnak, meg annak a fiataljának a színvonalas, nívós oktatása, akkor az a minimum, hogy klubelnökként azt mondjuk, hogy akkor nézzük meg, éljünk a lehetőséggel, mint civil szervezet, és törvényességi felügyeleti eljárás fogunk kérelmezni az ügyészségen, mert ez így ebben a formában meggyőződésünk, hogy sportellenes. A Magyar Labdarúgó Szövetség egy kiemelt közhasznú sport szervezet, ilyet meggyőződésünk, hogy nem tehet. Nyilván ez egy döcögős időszak, nem egy egyszerű, sőt, én azt mondom, nem is egy szép időszak, nem szeretjük ezt az időszakot, de azt gondoljuk, hogy el kell menni akkor kézenfogva, megvannak azok a megfelelő fórumok, ahol ezt közösen, ezt a helyzetet, erre megoldást kell találni. A kizárás jogtalan volt, továbbra is azt mondjuk, de kérdezem én, ugye, hogy milyen az élet, nagyon egyszerű, Magyar Kupa, majd fogsz róla kérdezni, gondolom, mert ugye folytatódik a Magyar Kupa. Miféle Magyar Kupa szakmaiságról beszélünk, amikor szó szerint kizárnak egy csapatot, adminisztrációs hiányosságra hivatkozva, amelyik egyébként még áll a Magyar Kupába. Tehát ugyanez a Magyar Labdarúgó Szövetség azt mondja, hogy hát azért, mert hát, hogyha hát az a nemzetközi, már ne arra, hogy ki fogja képviselni a nemzetközi labdarúgásba egy olyan kupasorozat győzteseként a magyar labdarúgást, amelyik gyakorlatilag a fair play szellemével sérült. Tehát lesz ennek még folytatás, hogy nyugodtan megyünk majd az UEFA-hoz, meg ide-oda-amoda, nincs ebben semmi gond, nem fogjuk ezt a békát lenyelni, nem azért, mert itt ugrálunk, mint az egérke, tiszteljük, becsüljük a Magyar Labdarúgó Szövetségben dolgozókat, szent meggyőződésünk, hogy ezt az egészet, ahogy van, ezt úgy rontották el. És nyilván a mi felelősségünk az, hogy azokat az embereket, akik ebbe a klubba sportolnak, vagy szerettek volna sportolni, ezeket az embereket képviselnünk kell. Jó, ugye most, hogy van ez a csúnya járvány. Igen. Ugye befejeződtek a bajnokságok, ugye kivétel ugye az NB1, igen. Férfiaknál maradjunk most. Igen. Benneteket hová sorolnak? Hová fognak sorolni az Ózdi futballklub? Nekünk teljesen más a státuszunk jelen pillanatban, mi ki voltunk zárva. A kizárásnak az avval jár, ugye, hogy elindulhatnánk a megye 3-ba, meg utána majd, hogyha onnan föl tud, megye 2-be. Ebben nem szeretnénk részt venni ebbe a cirkuszba. Biztos vagyok benne, hogy oda mi nem fogunk nevezni, nincs is értelme nevezni. A klub előtt két lehetséges variáció van. Vagy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel tárgyalásos alapon meg tud állapodni, és hogyha meg tudunk állapodni abban, hogy közösen átnézzük, és mindenki a saját maga hibáját elismerve egy előremutató megoldást talál, vagy ha nem tudunk megállapodni, akkor kivonulunk ebből a szempontból a magyar futballból, és elmegyünk Magyarországon, elmegyünk külföld felé. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az Ózdi Kohás Sportklubnak 7 szakosztálya van, ebben a labdarúgás csak az egyik. El fogunk menni a Honvédség felé, hiszen a másik 6 az a Honvédelmi Szövetség tagja. Hála a jó atya úristennek, ha lehet ilyet mondani. Ugye ma ez a munkanélküli állapot, ez nyilvánvaló, a kormány is afelé tolja a dolgot, hogy azokat a szerveket, amik fel tudják venni a munkanélküli erőket, az például ebben az esetben az egyik lehetséges változat maga a honvédség. Mi ott már ilyen szempontból Berken belül vagyunk, tehát onnan azért segíthetünk. És azért azt se szabad elfelejteni, hogy az Ózdi Kohás Sportklubnak külföldön sokkal komolyabb a renoméja, mint itthon Magyarországon az MLS előtt, hiszen nekünk egy aláírás előtt lévő svájci irodával van egy együttműködési megállapodásunk. Nyilván azért, mert előre megfontolt szándékkal tettük azt, hiszen tudtuk, hogy ha a magyar közeg, akiket nevelünk, nem akar befogadni, hiszen ez a helyzet, nem akar befogadni, akkor nekünk ezekre a gyerekekre felelősséget tartozva
valami más munkahelyet kell teremtenünk, vagy máshol Európában kell munkahelyet teremtenünk. És akkor mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy két szálon indultunk el. Az egyik, ez egy svájci székhelyű lehetőség. Svájcból Nyugat-Európába a nálunk képzett gyerekeket, legyen az bármely sportág, értékesíteni a piacon, de nem menedzsereken keresztül, szó nem lehet róla, hanem klubba klubbal, tehát így megoldani. Vagy ugye nekünk a mai napig egy élő megállapodásunk van például Somorjával, amely az elmúlt két év alatt először ugye brazil-szlovák együttműködés volt, azóta változott szlovák-szlovák lett, és ugye a Dacnak lett a fiók csapata, Somorja. Uh-huh. Nekünk velük egy élő együttműködési megállapodásunk van, tehát akkor megyünk a szlovák vagy cseh piac felé, vagy egyáltalán Közép-Kelet-Európába próbáljuk a saját magunkat. Nem is lesz akkor futballcsapata? Akkor? De futballcsapata lesz, sőt, utánpótlása lesz, sőt, jól fizetett edzői továbbra is lesznek, erről majd később beszélünk majd egy kicsit, mert tényleg hol van időnk, de a lényeg, hogy ebben csak egyet szerettem volna mondani, az alternatívánk megvan, és maga a klub által felvázolt jövőkép, az nem sérül. A Magyar Labdarúgó Szövetség keresztbe tesz nekünk, nyilvánvaló, hiszen fedezetet vont el, mert kizárással elvitték a játékosainkat, nem tudunk élni vele, nem tudunk értékesíteni, de ez egy jogi helyzet most jelen pillanatban. Mi szeretnénk megállapodni a Magyar Labdarúgó Szövetséggel tisztességesen úgy, hogy egyikünk jogai sem sérülnek, megvannak a megfelelő érveink, megvannak a megfelelő lehetőségeink a megoldásra. Nem az a célunk, hogy itt bárkibe, a Magyar Labdarúgó Szövetségnél bárkinek kárt okozzunk, de tisztességgel szeretnénk kérni, mi is azt valljuk egyébként, amit a magyar kormány, munka alapú, mi elvégeztük a munkánkat. Ennek a gyümölcsét szeretnénk learatni, és nem valami másik egyesületre ingyen és bérmentve odaadni. Ugorjunk akkor egy pár osztály feljebb, mi időnk rohan. Igen. Mit szólsz az, hogy elkezdődik végül is már május 23-án a futballélet? Hát, ha nem lettem volna itt ezelőtt 3 héttel vagy 4 héttel, pontosíts el, amikor ugyanezt kérdezted, hogy szerintem mi fog történni, én akkor azt válaszoltam, ha jól emlékszem, hogy szerintem az első és a másodosztály profi osztályok el fognak indulni. Mindenki erre számít. Az MB3 nem. Igen. Szerintem nem. A Magyar Labdarúgó Szövetség evel a döntésével egy újabb szöget vert a magyar labdarúgás koporsójába. Arra gondolsz, hogy az NB2-t befejezted? Igen, arra gondolok, hogy igazából véve a magyarokat, tehát a magyarokat deklarált, a magyarokat alkalmazó egyesületeket gyakorlatilag fél évig eltiltotta a futballtól. Eltiltotta a versenyzéstől. Ilyen nincs. Tehát ez az én vélemény, ez megengedhetetlen. Ráadásul ez tette úgy, hogy mindenféle UEFA útmutatással szembe megy. Hiszen mit tesz az UEFA? Az UEFA azt képviseli, hogy ad ahhoz anyagi lehetőséget, hiszen azt hiszem 4, pár, nem akarok az UEFA zsebébe, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség zsebébe turkálni, az 4,2 vagy 4,5 millió valami eurót így adott, igen, hogy a nehéz helyzetben így lévő van szövetséget támogassa. Kérdezem én, bocsánatot kérek előre, ne adtok meg sértődjönnek, de adtok magtok, majd veszünk tesztet, meg tesztelgetjük, ugye, mert a magyar NB1-nek a 40%, közel 40% a külföldi játékos. Kropacek Józsikának az NB3-ban meg nem. Holott kapunk rá pénzre. Hogy van ez? Tehát az NB3 nem a magyar labdarúgás része. De mondok ennél szebbet, ami egyébként egy vicc. Kiemelt akadémiák. Na, azok aztán vannak nálunk, így van. Debrecen, Fehérvár, Diósgyőr. Mind a háromnak van NB3-as csapata. Olyan jó munka folyt az elmúlt 10 évben az akadémiákon, hogy ezek mind kiestek az NB3-ból hivatalosan. Uh-huh. Erre mi történik? Azt mondja az MLS, visszatérünk a régi kaptafához, ami már akkor sem működött, elindulhatnak az NB3-ba. Kiestetek, de elindulhatnak. Tehát ez egy vicc, az egész egy nonsens, egy agyrém.
Tehát mert akadémia kiesett, de tudom, hogy ő nem hát azért, mert az NB1-es csapatoknak lehet NB3-as csapatot indítani az NB3-ba. De ezzel egyébként, ha, ugye végezzünk egy gyors felszámítást. 3x16 csapat, ugye az NB3, az 48. Az, hogy csak egy 20-as átlaggal szorzom, az 960 labdarúgó. NB3-ról beszélünk csak. 960 labdarúgónak, azt mondtad, ami soha az elmúlt 20 évben, vagy 30 évben, azt se tudjuk, hogy profi volt, vagy nem profi, mert mindenki tudja, hogy pénzt kaptak az ott elvégzett munkáért, tehát kvázi profi volt, nevezzük fél profinak, de profi volt, ezeket fogjuk és kikukázzuk. Ezek magyar gyerekek. De az NB2 is ki van. Persze, az ugyanúgy a 20 csapattal. Ott is magyarok ezek vannak. Magyar gyerekek. Igen. Tehát én nem tudom, hogy pusztán csak őszinte rossz indulatból, vagy a kormány által előírtak megtagadásából, de ilyen döntést csak olyan emberek hozhatnak, akik a saját országának jelen esetben a labdarúgását kimondottan gyűlölik. Tehát ilyen döntést nem hoz normális ember. Épeszi labdarúgó, szövetség, magyar labdarúgó, ilyet nem hoz. Mindenesetre ezt hozták, lesz játék. Nem lesz játék. Nem lesz játék? Hát NB3 nem lesz, NB2 nem lesz. Így van. Tehát ahova a magyarok játszak, ott igazából véve nem lesz játék. Jó, 3 percünk maradt. Gyerünk. Mit vársz akkor? Milyen játékot? Mit fognak látni a szurkolók? Mire számítsanak? Jobb lesz a futball, rosszabb lesz a futball, hogy most volt ez a hosszú leállás, most van ez a furcsa kezdés, edzéseken. Színvonalább, ne haragudjál. Én biztos vagyok benne, hogy én nem fogom az NB1-et nézni. Tehát ahol ilyen dolgok történnek meg egy szövetség, én nem nézem. Nem? Tehát nem érdekel. Tehát én mit nézek egy Fradinak, akinek a 25 éves, egyébként örökös tag vagyok, a 25-ös játékos állományban 17 külföldi. Közben erre való hivatkozással a többi ezret, azt meg legyilkolom. Ez így nem működik. Pedig érdekességére lehet ennek a párfordulónak, amivel lesz, hogy az Újpest kiesik, vagy nem esik ki az NB1-ből. Márpedig, hogyha Fradival ugye meccsel először, igen, és ő már játékban lesz, mert előtte már lesz egy debreceni elmaradt meccse, ha kikap az Újpest a Ferencvárostól, akkor egy pont különbség lesz kieséstől. Tehát akkor áll az ászló. Na most a videótól most viszont úgy érzi, hogy talán lehet szansz, hogy mégiscsak befogja a Fradit, nem fogja most behozni azokat az elmaradott meccsekből a 3 pontot. Kérdés, szerinted a Fradi begyűjti a 3 pontokat, Debrecen, Újpest, vagy? Gyűjtse be. Nem érdekel. De a kérdésre válaszolok akkor, jó? A Fradi Újpest, ugye te is tudod, hogy az egy elmaradt mérkőzés, így hogy van. Az Újpest Fradi. Ózdott a pálya használata, nem használata miatt, vagy használhatatlansága miatt kizárták. Kizárták. A Fradinak, meg az Újpestnek engedélyezték, hogy a pálya használata miatt elhalasszák a meccset. Mi kértük, mint Ózd, hogy hagyj halasszunk. Igen. Nekünk nem, nekik igen. Ki akarják végezni a magyar futballt. És ha ez így megy tovább, hogyha a kormány nem lép oda, és nem veszi komolyan azt, amit egyébként kommunikál, hogy munkával kell megkeresni a kenyeret, és a szabályzókat nem kéri számon a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, nagyon komoly baj lesz. Sok-sok magyar gyereket teszünk utcára azért, mert valaki úgy gondolja, hogy jól végzi a munkáját, holott rosszul. Utolsó kérdés. Sokan osztják a véleményedet, volt nagy labdarúgók, de... És abban bíznak, hogy most emelt a koronavírus járvány miatt most végre rendeződni fognak a viszonyok. Lásd, külföldön már talán elindult egyfajta folyamat. Itthon lesz ennek ilyen gyümölcse ennek a koronavírusnak, hogy egy kicsit átrendeződnek a dolgok? Gyümölcse lesz, csak nagyon keserű. Tehát itt nálunk nem lesz? Ki fogják végezni a magyar futballt? Ha erre haladnak tovább, ki végzik? Rendezetlen körülmények között 100 milliárdokat dobálnak ki az ablakon, úgy, most a Magyar Labdarúgó Szövetségről beszélek, úgy, hogy annak semmiféle értelme a magyar ember életébe nem jelenik meg. Másodrendűek lettünk a Magyar Labdarúgó Szövetség szempontjából, Magyarországon mi magyarok másodrendűek. Sajnos
ez az én külön szívfájdalmam, hogy azok a klubok, lásd Ferencváros, Újpest, Videóton, ezek a klubok az élharcosaival váltak a multik meg a pénzembereknek, nem magyar, külföldi pénzembereknek. Ez maga a katasztrófa. És nem fog megváltozni a helyzet. Rosszabb lesz sokkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.